Október 23-a tiszteletére rendeztek tegnap ünnepi hangversenyt a Medgyaszai Házban. Azzal a szimfonikus zenekart Sándor János vezényelte. Az alkalomhoz illő műveket válogattunk, tehát ez egy október 23-ai ünnepi hangverseny, és emiatt kezdjük egyébként a koncertet Beethoven Egmont nyitányával, ami anno 56-ban is nagyon sokat szólt a rádióban. 1956. október 23-a után a leggyakrabban Beethoven Egmont nyitányát játszották a rádióban. A zenemű végül összefort az 1956-os forradalommal. Az est második felében a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára Borbé László zongora művész is közreműködött. Nagyon jó tapasztalat volt a közös munka mind a Karnagyúrral, Sándor Jánossal, mind az alaszimfonikus zenekarral, és hát mondhatom, hogy minden tagjával, ugyanis Liszt A-dur zongora verseny, ami ma elhangzik, azért is egy speciális darab, mert rengeteg szólót írt Liszt különféle hangszerekre benne, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy zongora is egy hangszer, nagyon sokszor külön is megszólal, tehát én nagyon élveztem a közös munkánkat is. Az érdeklődők Schubert befejezetlen szimfóniáját is meghallgathatták az ünnepi hangversenyen.